Sok ilyen és ehhez hasonlatos ugrást mutatott be az idén, a bonyhádi rudugrás üstökösként berobbant újabb tehetsége, a még csak 17 éves Böndör Márton. Jól sejti, a helyi atlétikában is járatos néző, a már a nagy közönség előtt bemutatkozó, az idén U23-as Európa-bajnokságon szereplő Böndör Dániel testvéröccséről van szó. Vagyis egy rudugró testvérpár bontogatja igen markánsan a szárnyait. Az idén, mert hogy Dani sérülés miatt nem tudott úgy toppon lenni, mint az elmúlt években tette, Marci került jobban reflektorfénybe, aki már most ostromolja a bűvös 5 méteres magasságot. Korosztályában egyébként a két hazai legjobb egyike, s a szakemberek szerint nagy jövő áll előtte. Az igazság az, hogy én 7. még futó voltam Csábrák János tanárulnál, és igen, utána a 8. jöttem át ide rudugrani. Legfőképp az izgalmasságát éreztem meg, mert 8. amikor kipróbáltam, akkor tudtam, hogy én ezt akarom tovább csinálni, mert nagyon, nagyon megtetszett a mozgás. Na és a bátyus Dani akkor kerül éppen be az országosan kialakított tehetségek táborába, ami még nagyobb ösztönzést jelentett Marci számára. Mindjárt az első bonyhádi táborban, még 14 évesen bele is kóstol a rudugrásba. Hát persze, hogy azonnal marasztalják. A fürgeléptő kis csávó gyorsan haladt a technika elsajátításában, kellő bátorsággal is rendelkezett. Így hamar eljutott a bizony nagyon remek eredménynek számító 462 centig. Belülről bosszantotta, hogy itt egy kis időre lecövekelt, ám az idei év meghozta az áttörést. 4,90 az kicsit nehézkes volt, mert egy évig 4,62 volt az egyénim, és ez már ilyen, úgy mondhatjuk, hogy elvárt eredmény volt, hogy megugorjam ezt. Ezzel bizony az éppen aktuális európai ranglistán a 7. helyen áll a kis Böndör, aki örök elégedetlenként még az idén meg akarja dönteni egyéni csúcsát. Szakmailag mi láttuk, hogy a Marciban sok van, idei évben megmutatkozott a sebessége, és ez 100 méteresség futásban is tudta bizonyítani, tehát hogy miért eredménye van, ami azért nagyon biztató. Hát, hogy mondjam, most rajtunk is a felelősség, hogy ebből az adottságból azért minél hamarabb, hát ne csak az 5 méter legyen a vágyálom, hanem minél hamarabb eljutni az 5-45-50-ig, mert én azt gondolom, hogy most ez a nagy kihívás a fiú rudugrók előtt. A következő évben már el fogja érni a bonyhádi rudugró azt az életkort, hogy világversenyen feltehetően a mezőny egyik legfiatalabb tagjaként bemutatkozhasson. Nagyon remélem, be fogok mutatkozni EB-n vagy VB-n, és nem hiányzik már annyira sok, ez az edzőtábor is nagyon, nagyon sokat hozzátesz a technikámhoz, és hát nagyon remélem, hogy minél meg fogunk ugrani az 5 métert. Az, hogy a rudugrásban párjátékítóan szép légmunkája is a lehető legjobb legyen, mint ahogy testvérének is, a Magyarországon tartózkodó, a magyar tehetséggondozás tanácsadóként felügyelő híres orosz mesteredző Boris Volkov is segíti a munkáját. Hamarosan az is előfordulhat, hogy a böndörfiúk egymás ellen versenyeznek éppen egy adott viadalon a minél jobb helyezés megszerzéséért. Remélem, igen, egyszer majd ez is el fog jönni. A bátyus Dani, jelentjük, még vezet testvérével, ebben a külön. A bátyus Dani jelentjük még vezet testvérével szemben ebben a különversengésben, ő már 510 centinél tart.